A rendelőben továbbra is Szászanikót hallják, és már nem egyedül ülök a stúdióban, hiszen a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztályának ápolóját köszönhetem, Tóth Juditot. Méghozzá abból az alkalomból, hogy az ápolók nemzetközi napján egy kitüntetést vehetett át az elmúlt héten, amelyhez szívből gratulálunk, és az imént, amikor beszélgettünk, elárulta nekem, hogy itt a Gyermekegészségügyi Központban, a gyermeksebészeti osztályon 1979-ben kezdte el a munkáját. Hát ez nagyon-nagyon régen volt, mert ugye most 2018-at írunk, hogyan érintette a kitüntetésnek a híre, hogy fogadta. Hát először nagyon meglepődtem, nem számítottam a kitüntetésre, de aztán örültem is neki, mert gondoltam, hogy a munkámat ebben valószínűleg jól végeztem, ezért ismertek el. Azért 1979 nagyon-nagyon régen volt. Hogyan emlékszik vissza a pályakezdésére? Hát akkor még fiatal voltam, 17 éves voltam, és először féltem egy kicsit, megilletődtem. Az öreg dolgozók nagyon sokat segítettek a kollégák nekem, és akkor sikerült beilleszkednem. Milyen iskolába járt? Én még az egészségügyi szakiskolába végeztem itt a kórház területén, ami azóta már megszűnt. És miért lett ápoló? Mert hogy itt az előzetes beszélgetésünkben elárulta, hogy volt azért családi minta, ez szerepet játszott? Egy unokatestvérem az ápolónő, meg a szüleim, keresztszüleim javasolták, hogy ez valószínűleg jó pálya lesz nekem, mert mondjuk nem vagyok egy helybe ülő típus, és itt azért mozogni, pörögni kell. És hogyha visszatekintünk, 39 év elteltére, mert ugye azóta, vagy akkor kezdte a pályáját, ez lassan közel 4 évtized, ugye azt mondta, hogy jövőre nyugdíjba készül, akkor 1979-ben hogyan emlékszik, milyen volt az egészségügy, a gyermekegészségügy? Hát akkor még nem volt ez a nyitott látogatási rendszer, egy héten kétszer látogattak a szülők, az is kívülről történt a külső látogatási folyosón, meg én úgy emlékszem, hogy akkor sokkal több gyerek volt, most már kicsit csappant a gyerek létszám, én a csecsemőknél kezdtem, sokáig 10 vagy 15 évig csak a csecsemő kórteremben voltam, és emlékszem, hogy volt 10-11 csecsemő gyerek is, és akkor etetni, pelenkázni kellett őket, akkor sokkal több munka volt, már most besegítenek a szülők, így sokkal könnyebb a munkánk azért. Emlékszik-e elődökre, vagy olyan példaképekre, akiktől nagyon sokat tanult, akár ápolói, akár orvosi vonatkozásban? Hát ápolói vonatkozásban Pálinkás Józsefné, Lippainé, Manó néni, akik már nagyon idősek, Irma néni már meg is halt, ők sokat segítettek nekem. Kisorvos, orvosi szinten ő nagyon foglalkozott a nővérekkel. Azért a gyermeksebészet az egy nagyon nehéz szakterület, nagyon nehéz ott a munka. Miért választotta ezt az osztályt? Hát nem én választottam, hanem itt volt hely, amikor felvettek, de már most nem bántam meg, hogy ide kerültem, és szeretek itt dolgozni. Akkor úgy kérdezem, miért maradt ott? Hát szeretek is itt dolgozni, meg ilyen változatos, az általános műtétektől kezdve baleseti sebészeten, égésen keresztül mindenféle betegséggel találkozunk. Hogyha egy picit a napi munkájába beavat bennünket, akkor legyen szíves, ezt tegye meg. Mondta nekem az imént, hogy forgórendszerben dolgoznak. Forgórendszerben dolgozunk. Ez mit jelent? Fél évet dolgozunk a steril oldalon, ahol a műtétes gyerekek vannak, és fél évet dolgozunk a B oldalon, ahol az égett betegek vannak, gennyes, perforált vakbelesek. És így belelátnak. Belelátunk mindenféle betegségbe. Annak idején azért 79-ben, ugye 76-ban nyitotta meg a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ a kapuit. Egy nagyon új, egy nagyon modern épület volt. Hát ez ma már nem mondható el a gyerekre. Ez hogyan nehezíti a munkájukat? Hát egy kicsit már elavultak a műszereink, a környezet, de erre is van már jó példa, hogy babamma kórtermeket készítettünk, ami már modern, és így
könnyebb, a gyerekeknek is komfortosabb a elhelyezésük. Ez nagyon-nagyon szépek, hiszen a közelmúltban járt itt az osztályos főnővér, illetve Pap János főorvos úr, Poremba főorvosnővel egyetemben, akik tulajdonképpen elkezdték ezeknek a babamama kórtermeknek a kialakítását, és hát valóban a Csillagpont Rádió is ott volt az átadáson, nagyon-nagyon szépen sikerültek. Most ezek a modern kórtermek mennyire segítik az önök napi munkáját, hiszen itt már ott vannak az édesanyák is a gyerekek mellett. Igen, bent vannak az édesanyák, ellátják a gyereküket. Mindig segítség az, hogy nem, ott nem van mindig a szülő? Segítség, hogy ott van, néha problémát is okoznak, de általában az öme az azért segít, meg szóval két kórterem között van egy fürdőszoba, nem kell a közös fürdőszobát használni a többi gyerekkel. És hogyan lehet ezt, az érdekelne, amikor van egy ilyen szülői vagy családi konfliktus, akkor azért 39 év tapasztalatával, kellő bölcsességgel, tapasztalattal lehet ezeket szépen rendezni, gondolom, megfelelő kommunikációval. Igen, megfelelő kommunikációval alkalmazkodni kell a szülőkhöz, és akkor azért általában meg lehet velük beszélni, hogy most nincs igaz a szülőnek, vagy ha nekem nincs igazam, mondjuk azt is beismerem, hogyha nekem nincs igazam, de a lakosság összetétele miatt vannak általában a konfliktusok. Ezt is tanulni kell egyébként, ezt a fajta kommunikációt? Hát ezt is tanulni kell, igen. Főleg például mondjuk nekem, aki nem tud olyan nagyon sokat beszélni. Uh-huh. Nem mindig segítség, nem mindig, ugye, hogyha ott van igen, a szülő? Nem mindig segítség. Uh-huh. És hogyha újra kezdeni a pályáját, akkor hasonlóképpen ezt a hivatást választaná? Hát én valószínűleg ezt a hivatást választanám, igen. Én szeretem csinálni. Uh-huh. És mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik most állnak pályaválasztás előtt? Mert előzetesen, amikor beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy nincsenek túl sokan a fiatalok, és akik esetleg mennek az osztályra, azok sem maradnak ott túlnyomó többségében. Mi az, ami ott tartotta önt közel 40 éve? Hát szerintem valószínűleg a hivatástudatom, mert ez nem egy szakma, ez egy hivatás szerintem, meg a gyerek szeretet, a gyerekek szeretete. Úgyhogy csak aki szereti a gyereket, vagy nagyon elkötelezett az egészségügy iránt, csak az jöjjön oda ápolónak, én szerintem. De van egyébként utánpótlás? Tehát vannak hát azért néhányan? Hát most azért jelentkeznek, most van három kolléganőnk van, úgy látszik, hogy ők befejezik az iskolát, és ott is maradnak nálunk. Hogyha visszagondolod elmúlt közel 40 évre, akkor volt-e olyan eset, olyan történet, nyilván volt, de emlékszik-e olyan maradandóra, akár egy gyermekkel, szülővel történő kommunikációra, egy kedves beszélgetésre, érintésre, ami mindig meghatározó a pályáján, és ami mindig egy kicsikét erőt adott a hétköznapokra? Hát talán most a legutóbbi eset volt egy égett kisfiunk, akinek a keze volt megégve, hazament, és akkor a következő vasárnap visszajött meglátogatni a betegtársait, meg minket is, és ő írtak egy köszönőlevelet, és ő nagyon jól érezte itt magát a kórházba, és ő vissza is tudna jönni. Hát ilyen gyerek ritkán van, aki ezt jól érzi magát a kórházban. Kevesen mondják, kevesen. Így van. Egy picit visszatérve az utánpótlásra, azt mondta az imént, hogy néhány év múlva, egy-két éven belül gondba lesz az osztály, mert hogy az ön korosztálya szépen lassan elmegy nyugdíjba, úgyhogy az utánpótlás kérdés az azt gondolom, hogy lassan begyűrűzik, igen, és aktuálissá válik. Igen, mert itt 2-3 éven belül követtük egymást, úgy jöttünk, akik régen ott vannak, és hát ha nem lesz esetleg utánpótlás, akkor nem tudom, mi lesz az osztállyal. Valószínű, hogy kevesebb gyerek lesz, kevesebbet fogunk ellátni. Ugye az egy nagyon fontos egészségügyi dolgozók vonatkozásában, sokat emlegetjük a kiégés kérdését, a burnout szindrómát. Ön érzett valaha ilyet? Volt ennek a határán? Vagy ha hát igen, akkor... lehet, hogy jó típusú ember vagyok, én ezt nem éreztem. Uh-huh. Én ezt nem éreztem. Egyébként a megyei kórház, vagy központi kórházban vannak ilyen vannak pszichológusok tréningek. Által vezetett tréningek, esetleg ön is részt vett? Voltam ilyen? Már, igen, voltam tréningen. Hát segített, mert ott azért másról beszélünk, kicsit feltöltődünk, segít. De azt gondolom, hogy egyébként pedig a kiégés ellen egy nagyon fontos momentum, hogy valaki hová megy haza, tehát a családja körébe, hogyan tölti a szabad idejét, hogyan próbál rekreálódni, pihenni. Ön ezt hogyan teszi otthon? Hát én egyedülálló vagyok, édesanyámmal élek, de a húgom, van három unokahúgom, és ott van 8 gyerek, és én velük töltődöm fel, meg van egy nagy kertünk, és ott kertészkedni szoktam. És amikor megkapta ezt a kitüntetést,
akkor végig gondolta egy picikét a pályáját, hogyan érintette ilyen idő távlatában, hiszen itt közel 40 évről beszélünk. Tud-e még egy ilyen kitüntetés adni egy kicsi plusz energiát, és egy picit előre mutatni a hétköznapokban, még arra, ami hátra van a nyugdíjas évekig? Hát én először meglepődtem, nem számítottam rá, aztán örültem is neki, mert gondoltam, hogy akkor csak jól végeztem a munkámat, ha megbecsülnek és elismernek engem, és azért ez még jelent plusz nekem, mert még ezt a hátra levő kis időmet azt szívesen eltöltöm még itt az osztályon. És mennyi van még egész pontosan? Hát egy év, mert 2019-ben letelik a 40 év. És hogyan tervezi a nyugdíjas éveket? Hát valószínűleg a gyerekek, mert két éves és 3 éves van, és az anyuka még gyesen van, és szeretne majd visszamenni dolgozni, és akkor én fogok rájuk vigyázni, meg hát a nagykerti, az is a én feladatom lesz, mert édesanyám egy kicsit nehezebben viseli a terheket. És egyébként ennyi év távlatában 2018-ban hogyan látja a magyar egészségügyet? Hiszen azért 79-ben kezdett, ez nagyon-nagyon régen volt, az imént említettem, hogy akkor a gyermekegészségügyi központ is nagyon új volt, azóta ugye 2016-ban ünnepeltük fennállásának a 40. évét, több fórumon elhangzott, hogy nagyon elavult épületről beszélünk már, de talán az idén jövőre felújítási munkálatok, komolyabb munkálatok már elkezdődhetnek, de úgy összességében hogyan látja ezt a közel 40 évet? Hát én úgy veszem, hogy azért sokat fejlődött az egészség, ugye a diagnosztikai vizsgálatok fejlődtek, kevesebb szerintem a fejlődés rendellenséges gyerek, valószínű, hogy a ultrahangos vizsgálatoknak jobban ki tudják most már szűrni. Hát szerintem jó irányba halad azért, csak a infrastruktúrán kell majd változtatni. Van-e olyan, vagy volt-e olyan területe, amit különösen kedvel, tehát ami úgy nagyon a szíve közepe? Hát mondjuk most az égetteknél dolgozom, és az egy jó érzés, amikor egy nagyon súlyosan megsérült kislányból nem teljesen épp bőrű gyereket, de meg tudjuk gyógyítani, mert mondjuk ez az égési mélységtől is függ. És ez azért érdekes, hogy említi az éget gyerekeket, mert hogy 9 óra után a rendelőben papfőorvosnő volt a vendégünk, mert hogy holnap után egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen ő lesz az előadó, ahol az égés betegségről lesz szó, illetve az égett gyerekek, égett beteg gyermekeknek a gyógykezeléséről, rehabilitációjáról. Ön is úgy gondolja, hogy ez egy örök téma, erről mindig kell és mindig lehet beszélni? Hát erről sajnos mindig lehet beszélni, mert ezek az égési sérülések ezek véletlenszerűen egy pillanat alatt bekövetkeznek. Valószínűleg szerintem egy kicsi szülői felelőtlenség is van benne, mert a konyhában, ahol forró dolgok vannak, vagy forró tűzhely, nem biztos, hogy be kell engedni egy kisgyereket. Főorvosnőtől is megkérdeztem orvosi vonatkozásban, önnek is felteszem a kérdést, közeledik a nyári vakáció, ami hát meglehetősen hosszú, ugye 10 hétről beszélünk, sokat vannak egyedül a gyerekek, vagy akár az utcán felügyelet nélkül, mit tanácsolnak a szülőknek megelőzésre vonatkozóan, ne történjen baj, lehetőség szerint ne kerüljenek a gyermekegészségügyi központba? Hát... Például itt a nyári balesetek szoktak lenni, a biciklis, vagy mászókás, leesés balesetek. Hát valaki azért igaz, hogy a szülők dolgoznak, de valaki felügyelő személy csak kellene, aki elkíséri őket mondjuk a játszótérre is, vagy bicikliznek, akkor legyen védőfelszerelésük, legalább bukósisak a fejükön. Hát meg a konyha az egy veszélyes üzemüket, zárjuk ki a gyerekeket onnan. Evidenciának tűnnek, de azt gondolom, hogy mégis nagyon fontos jó tanácsok, és 40 éves ápolói tapasztalattal mindenképpen meg kell, hogy fogadjuk ezeket a tanácsokat. Hát az elmúlt percekben Tóth Judittal beszélgettem, aki a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztályának ápolója, immár 39 éve, aki most az Ápolók Nemzetközi Napján részesült kitüntetésben, ehhez szívből gratulálunk, és további jó munkát, és már nagyon tartalmas és egészségben eltöltött nyugdíjas éveket is kívánunk. Köszönöm szépen a meghívást!